Nagy szeretettel köszöntjük a VNTV nézőit. FVQ adássorozatunkat látjátok, ez a felelősségvállalásunk koeficiense, vagy felelősségvállalásunk mértéke. Ma egy kicsit a mezőgazdaságról, illetve annak a paradigmaváltásáról fogunk beszélni Szerényi Júliával. Szervusz, Júli! Szervusztok! Ezt most olvasom, vidékfejlesztési agrármérnök. Nekem a agrár is megvan, a vidék is megvan, a fejlesztés is megvan. Hogy lehet ezt a három fogalmat így összehozni? A vidékfejlesztési agrármérnöknek tulajdonképpen egy teljes több szegmenst kell átlátni és összefogni, tulajdonképpen akár a civil lakosságot, a polgári lakosságot és a vidéknek a fejleszthetőségét. Ugye hát rengeteg, mikor mi még egyetemen, főiskolán tanultunk, akkor rengeteg olyan pályázati oldalt néztünk meg, hogy hogyan lehet ezeket a térségeket fejleszteni, összefogni. Most azt mondanám, hogy nagyon nagy bajban van a vidék, hiszen autógyárak felszippantják a vidék lakosságát, és ugyanúgy már nagyítóval keressük a dolgozó embereket. Nagyon nehéz, például nálunk nagy területen szőlő művelés van, és kézi munkaerőre van szükség, főleg ugye szület idején, és rettenetesen nehéz már vidéken is munkást kapni. Ugye ezek alkalmi munkák, ahol régen, egy pár évvel ezelőtt még nagyon könnyen lehetett 10-12 embert összeszedni egy-egy háztáji születeléséhez, ma már ez bizony egy kemény, megerőltető feladat. Hogy... És az APEC is megjelenik a táblák szélén, és hogyha a barátai születelik a szőlődet, még akkor is, na mindegy, nem menjünk ebbe bele. Igen, a napi bejelentés a rokonokra is vonatkozik. Mi van a traktoristáiddal? Hát jó traktoros, jó mezőgazdasági szakembert, azt szintén, ahogy a legtöbb szakma kihaló félben van, hiszen nagyon fiatalokat lehet azért arra ösztönözni, hogy ezeket a csodálatos új nagy gépeket, kombájnokat, traktorokat vezessék. Ugye azt mondom, hogy légkondi is, kellemes a környezet, ugyanúgy, mint egy luxusautóban manapság. Viszont az, hogy a gépek mögött lévő eszközöket, ekét, tárcsát, boronát, bármit beállítsanak, vagy akár szakmailag azt úgy tudják előkészíteni, hogy a talajnak megfelelő munkát végezzen, arra már igen nehéz embert kapni. Tehát, hogy nem egy MTZ-ről beszélünk, hogy fölülök még 4 felessel, és akkor bármit tudok vele csinálni. Most egy kis rövidke út volt ez azért, ugye nagyjából az országnak az 1/3 városlakó, de lehet, hogy 2/3, de lehet, hogy már fele, és ez egyre jobban aggasztóan növekszik ez a szám. És akkor mi itt arról szeretnénk beszélni, hogy mi az út a óriási méretű nagygazdaságok, vagy az új elképzelés, hogy ilyen kisebb közösségekbe jöjjünk össze, és akkor a kisebb közösségek különféle termékprofillal, vagy mindenki önfenntartó irányba megy el. Hogy látod te ezt a kérdést ma? Itt Magyarországon, illetve Európa viszonylatában is érdekes. Tulajdonképpen szembenálló nézetekről beszélünk. Az egyik, hogy van egyik oldalon egy nagyon erős államosítás és nagy birtokrendszerek kialakulása, sajnos ez Magyarországra is jellemző. Ennek egyrésztről van jó oldala, mondjuk azt mondom, hogy egészen a termeléstől a asztalig el lehet vinni így egy árut. Gondolok itt a azokra az emberekre, akiknek nagy állattenyésztői telepük van, és a húsfeldolgozás is a kezükben van. Ez egy nagyon jó dolog, mert tulajdonképpen a minőséget végig lehet ellenőrizni, egészen a termeléstől a asztalra kerülésig. Ugyanakkor a vidéki lakosságnak a fenntartásában, tehát amiről pont beszéltünk a vidékfejlesztésben, ez nem annyira kedves, hiszen a agrotechnika fejlődésével ugyanúgy a gépesítettség miatt rengeteg ember kiszorult a mezőgazdaságból. Tehát amíg régen egy aratást, ha elgondolunk, hogy hány és hány ember és asszony kellett ahhoz, hogy egy területről ugye a gabona bekerüljön időben, hogy a lovak kicsépeljék, vagy kitapossák, vagy már ugye, hogyha egy kicsit tovább lépünk, akkor is azt a arató cséplőgépet etetni kellett, ugye oda is rengeteg 4-5 ember dolgozott körülötte. Tehát nagyon nagy volt a munkaerőigény. Ma már egy kombájnos elmegy, fölül a kombájra, és tulajdonképpen akár 3-4-500 hektárokat le lehet aratni. Azt lehet mondani, hogy egy 3-400 hektáros gazdaságban 2 munkaerő untig elég, tehát apa és fia, és esetleg alkalmi munkában, betakarítás idején, mikor azért az időjárás is sürgeti az embert, akkor fölvesznek egy-egy alkalmi embert. De így a vidéki lakosságnak a megtartása ugye kétségessé válik. Ha egy falut vagy egy nagyobb falut veszünk, a falunak a közvetlen közelében lévő földek, ugye
maga ez egy ökológiai egységet alkotott, tehát az állattartás, a szarv, az, gondolok itt, hogyha egy családi gazdaságot veszünk alapul, ahol nem volt hulladék. Ugye manapság mi van? Alig várjuk, hogy a kukát kitolhassuk keddenként, vagy hétfőnként, vagy akármelyik nap, mert már nem bírjuk, ugye a fogyasztói társadalom miatt állandóan tele vannak a kukák. És sajnos most már a vidéki térségekben is ez a jellemző. Viszont egy családi gazdaságban, ahol megvolt ez az ökológiai ellensúly, konyhai hulladék kikerült ugye a sertések elé, vagy a csirkék elé, tulajdonképpen mindent, még az anyósom tudja egyébként ezt, hogy mindent felhasználni, és nagyon minimálisra lecsökkenteni a szemetet. Ha ugye így meg lehetne ezt az egyensúlyt fönt lehetne tartani, ami elmozdult pont azért, mert most már nem az jellemző, hogy 6-7 hektáros gazdaságok vannak, és az ember önellátó. De a önellátásnak is, ahogy a uniós rendeleteket, meg amerre tart a világ. Sajnos nem ez az önellátás lesz a jellemző, pedig egészséges élelmiszert sokkal könnyebb lenne egy kisebb családi gazdaságba előállítani, mint egy nagy üzemi gazdálkodásban. Egy családnak, mondjuk egy 6 fő családnak, és akkor az már akkor már 2 generációt feltételez. Mekkora terület kell ahhoz, hogy önellátóként megtermeljük maguknak a zöldséggyümölcsöt, és akkor most gabonával nem gondolkodom, mert a gabonát legegyszerűbb talán bartellel vagy beszerezni, csak azokat a mennyiségeket zöldségbe, gyümölcsbe, meg esetleg az állataim ellátására szükséges takarmányt, milyen megkörülhetőleg? Ha cél csak az önfenntartás, tehát ennek a 6 embernek az ellátása, akkor azt lehet mondani, hogy egy ilyen 6-8 hektáros gazdaság már egy családot el tud tartani. Amennyiben vannak luxus igények, tehát utazni szeretnénk, ide szeretnénk menni, oda szeretnénk menni, akkor azért egy olyan 50-60 hektáros gazdaság, de inkább azt mondom, hogy 100 hektáros gazdaság kell, hogy egy ilyen apa-fia gazdasági társaság fennmaradhasson. Menjünk a mélyre egy kicsit, hogy ugye Magyarország azért GMO-mentes exportban, meg vegyszermentességben, tehát hogy azt látom, hogy kínaiak, akik eladják a saját idézőjelben szuperárujukat Európában, olyan helyekről szeretnek vásárolni, például Ausztria is hozzánk jön, a GMO-mentes vetőmaga, stb. Találkoznak, és ebből vásárolhatnak. Már vegyszer tekintetében nem vagyunk annyira jól. Mennyire tudták ezek a óriási nagy vállalatok befolyásolni a vetőmagrendszerinket, a vegyszerezést, a védelmet, a talajpótlást? Egy kicsit beszélgessünk már erről, mert ugye jellemzőek a nagyüzemi gazdaságok, tehát inkább azt mondom, hogy a 300 hektártól fölfele, 100 hektár, 160 hektár, mindenki egyre több hektárra törekszik, végül is tulajdonképpen a 1 hektárról betakarítható termésmennyiség alapján ugye a gazda avval számol, hogy ha költségeit mindent levon, az mennyi, akkor ugye megálmodja, hogy neki mekkora terület lehetne, arra szükség, hogy jól éljünk, ugye mindenki jól szeretne élni. Most nem, ugye neveket nem említek, de nagyon-nagyon nagy zsákutcában vannak a gazdák. Ugyanis nézzük az alapot. Az egyik legnagyobb baj az, hogy nincs biodiverzitás a mezőgazdaságban. Tehát ha beülünk most itt az autóba, mondjuk inkább egy májusi nap, és elmegyünk Németországig, vagy Kölnig, mit látunk? Azt látjuk, hogy búza, repce, napraforgó, árpa, kukorica. Ez az 5 növény, ami túlnyomó többségében elfoglalja a területeket. Én is, amikor TSZ-elnök lettem, akkor azt gondoltam, hú, megváltom a világot, majd csillagfürtöt fogok termelni, mennyire jó lesz, mert az a talajnak is jó. Egyébként például a szóját nem tudja emészteni a sertés, nagyon kevés fehérjét tud belőle felhasználni, a csillagfürtöt teljes egészében tudja emészteni. Viszont a sertés. Viszont talajzizáló egy kicsit, nem? A csillagfürt? Aha. Biztos, hogy van olyan, amiben, tehát akik érzékenyek erre és allergiázáló hatása van, de mondom, a talajnak is jó, és lehetne hasznosítani, illetve a takarmánykeverők is, hogyha felvásárolnák. De ha mondjuk ezt termelnénk, ez biztos, hogy nem venné meg a takarmánykeverő. Mi avval tudtuk például a saját területeinken ezt ellensúlyozni, hogy nagy mennyiségű lucernát, tehát mondjuk a hektár mennyiséghez viszonyítva nagy területünkön lucerna van, de szerencsénk van, mert ott a környékben van állattartó is. Mi 460 hektáron gazdálkodunk szántóterületen, és 46 hektár szőlőterületet művelünk. És ez minek számít? Közepesnek, kicsinek számít? Közepesnek számít. Tehát a kicsinél már nagyobb, de nem éri el azért a nagy gazdaságoknak a méreteit. Hányan dolgoznak egy ilyen 460? Igazából, ahogy mondtam, mert 2-3 ember elég lenne, mi 12-en vagyunk, mert nekem ugye mások az elvek, hogy amennyit képesek vagyunk eltartani, annyi ember tartsunk el. Persze ilyenkor az ember sokkal kevesebb hasznot, vagy egyáltalán nem is visz haza hasznot, mert a bérek és a járulók elviszik.
teszik ezt a hasznot. Három traktorosom van, úgy vigyázom rájuk, hogy mint a szemem fényére, igen. Jó, amiért itt vagy, ez egy általános ismertető volt. Mondom, Európában, ha most egy Frau Zeckerrel beszélgetnék, itt ő hasonló dolgokat mondogatná el, azért adott, hogy milyen vetőmagot vehetsz, igaz? Egyébként ez a Monsanto mennyire nyomul Magyarországon? Most már jelentősen. Pár évvel ezelőtt még nem annyira, ugye a Syngentát is volt egy időszak, hogy állítólag fel akarta vásárolni. Ami nagyon nagy probléma, ugye mert az előbb ezt a részt nem fejtettem ki, hogy kérdezted. Először is a monokultúrák a nagyon nagy baj, másik a vegyszerek. A vegyszerek használatánál a legveszélyesebb anyagok a gombaölőszerekben vannak. Most itt nem mondok neveket, de mondjuk, ha most leveszek a polcról, lehet kapni egy gombaölőszert, forgalomban van, szabad forgalomban, a születendő gyermekét súlyosan károsítja, bizonyítottan erősen rákokozó hatású, női és férfi fertilitásra súlyosan ártalmas, és a vízi szervezeteket hosszantartóan mérgezi. Ha jó lenne, ha itt elmondanám, ez egy olyan tévécsatornán el lehet mondani. Tehát ez a legnagyobb baj. Mi ez a gombaölőszer? Ez például a BASF-nek a tangósztárja, ahol ez a biztonsági adatlapján, tehát ez egy terve. Hogy a DDT-t is visszaengedik Európába egy új EU határozat szerint? Hát van róla szó, igen, viszont kivonnak olyan szereket, mint a glifozát tartalmú szerek, ugye ez egy óriási probléma, már a pallagfű ellen a glifozát tartalmú szerek az szinte az egyetlen hatásos szerek, illetve egy napraforgó táblát, vagy egy kukoricatáblát úgy tudunk gyommentesen tartani. Tehát itt azért mindig kettős mérce van, mert ha például a gyomírtókat kivonnánk a forgalomból, akkor bizony nem találnánk annyi embert, aki a búzát, az árpádból kiválogatná az aszatot és az összes többi gyomnövényt, és nem lehetne olyan minőséget aratni. Viszont tehát mindig mérlegelni kell, hogy mennyi méreganyagot juttatunk ki. Ezért hívják most már a növényvédelmi. És a gabonában maradnak ezek a mérgező anyagok? Hát azt szoktunk mondani, hogy nem akkumulálódik, nem marad toxikus hatása, valaminek 30 nap, valaminek több a lejárati ideje, de természetesen, tehát ez azért nem egy végtelenített dolog. Annak idején úgy tanultuk, hogy a földnek óriási, a talajnak pufferoló képessége van, azóta már bebizonyosodott, hogy a talajnak nincsen végtelenített pufferoló képessége, illetve ami nem a talajban marad, az sajnos a vizeinkben köt ki. Vannak rendeletek, például a műtrágya felhasználást ugye próbálják keretek közé szorítani, hiszen nem lehet a végtelenségig termőre fogni egy talajt. A legnagyobb probléma, hogy ahogy az emberi szervezetben az antibiotikum, a probiotikus baktériumokat ugye kiöli a szervezetből, ugyanezt csináljuk a talaj felső rétegével, mert a kiutatott gombaölőszerek nem válogatnak, és a talaj felső életét tulajdonképpen megölik, hiszen a hasznos gombabaktériumokat kiirtják a talaj felső rétegéből. Ha az emberből kiirtanánk az összes szénergista baktériumot, mi elpusztulnánk. Hogy van ez a földdel? A talaj folyamatosan degradálódik. Európa talaja is rettenetesen degradálódnak. Magyarországon talán az egyik legnagyobb gond a állattenyésztés, ugye annyira visszaszorult, hogy erre kellene talán a legnagyobb gondot fordítani, hogy az embereknek újból legyen kedve nagyobb mennyiségben állattartással foglalkozni, hiszen a szerves trágya rettenetesen hiányzik a földekről. Ugye van egy olyan uniós rendelvény, a zöld trágyázás, ami most már zöldítés néven ugye kötelező. Ez is azt a célt szolgálja, hogy bizonyos időszakonként az a terület meg legyen pihentetve, illetve zöld növénynek a száraival, illetve a zöld növényi részek visszaforgatásával egy kicsit a talajéletet szeretnénk visszahozni. Igen ám, de ahhoz, hogy ez működjön, ez egy év zöldítés után nem fog működni, mert a gomba baktériumok nem fognak olyan gyorsan felszaporodni, tehát reagál a talaj viszonylag gyorsan, öngyógyító képessége megindul, de azért például, ha egy talajt elszennyezünk, akkor el kell telni ott egy mezőgazdasági szennyezésre gondolok, tehát egy ilyen általános mezőgazdasági használatra bizony 10 évnek is el kell tenni, mire azt át lehet állítani bióba, mert 10 év kell egy talaj öngyógyító képességének a beindításához. És akkor ugye rengeteg olyan termék lett kivonva, illetve vannak ki, amik rákeltőek, bizonyítottan rákeltőek. Az a legnagyobb baj, hogy a mezőgazdaságot kémiai oldalról közelítik meg, és a mezőgazdaság az nem kémia, hanem elsősorban biológiának kellene, hogy legyen. Viszont ha elmegyünk egy gazda előadásra, ott túlnyomó többségben csak arról hallunk, ami kémia, és nem a biológiai oldalról. Hogy kérdezik, hogyha ki van zsigerelve a föld, az azon megtermelt takarmányon tartott állataink, ugyanúgy kellene nekik táplálkozás kiegészítőket adni, mert hogy a kizsigerelt földből ebben a láncban mondjuk a végén mi vagyunk, de a kikerülő zöld
trágya, ha már így hívjuk a kakát, akkor az ugyanúgy hiány, tehát hogy nincsenek már benne azok a ásványanyomelemek, ami a földnek. 60 évvel ezelőtt, ha egy szarvasmarhából veszünk egy istáló trágya mintát, vagy hát trágya mintát, abban sokkal több mikrobiológiailag, sokkal több baktériumot, tehát mikroorganizmust találunk, mint a mostani szarvasmarha trágyába. A másik borzasztó fontos dolog, hogy állatoknak is van öngyógyító képessége. Ha meglennének ugye a ősi legelők, ahol a gyógynövények ugyanúgy virultak, mint most már sajnos ugye egyre kevesebb területen látni természetes gyepeket, az állatok ragyogóan ki tudják válogatni maguknak azokat a gyógynövényeket, amire éppen szükségük van. A másik, hogy nem csak a állatoknak van szüksége táplálékkiegészítőre, ugye most már, ha egy kutyás vagy egy macskás embert megnézünk, mindenféle táplálékkiegészítőt, a legjobb ételt megveszi a kutyának, vagy konzervet, meg táplálékkiegészítőket. Ugyanígy kellene tulajdonképpen a növényekre is gondolnunk, hiszen nem csak a szervetlen anyagok utánpótlására, az a baj, hogy ugye azt súlykolták belünk, hogy fajlagosan kell tekinteni, hogy fajlagos műtrágya felhasználás, fajlagos dolgok, mind matematikai, kémiai képletek tulajdonképpen. Itt pedig nem erről van szó. Ha egységébe tekinti az ember, akkor nagyon-nagyon fontos az, hogy biológiai utánpótlószerek is legyenek. Most már nagyon jó talajoltó készítmények vannak, gomba baktériumok készítmények. Itt mindig arra szoktam fölhívni a gazdák figyelmét, hogy azt kell megvásárolni, aminek minél nagyobb a biodiverzitása. Ugyanis hiába jön hozzám egy kereskedő, aki el szeretné adni az áruját, és azt mondja, hogy hé, ez a legjobb, ezt vedd meg. Nem ismeri a vetésforgómat, mi volt az elmúlt 5 évben, nem ismeri a talajom állapotát, nem kapott egy semmilyen laboreredményt arról, hogy a valóban mi kell annak a talajnak. Na, azért beszéljük el, hogy szerint Júliával egy paradigmaváltó kis konferencián találkoztunk, és ugye ezeket, amit elmondtál, egyébként hál' Istennek a mezőgazdaság nagyon sok jó szószólója van, főleg aki korán reggel kell, az még hall ilyen hasonló műsorokat. Mi a te ötleted arra, hogy ezeket a kiéhezett talajokat visszapótoljuk, illetve a növényeinknek olyan növényvédő szereket adjunk, ami nem rákkeltő és hosszú távon védi az életet és azoknak az életét is, akik elfogyasztják ezeket a növényeket? Ugye vannak a biotermelők, akik erre nagyon odafigyelnek, és minőséget próbálnak előállítani, aztán vagy sikerül értékesíteni azon az áron, ami tulajdonképpen neki ráfordítási költségben sokkal nagyobb ráfordítási költsége és munkája van avval, hogy az biotermék legyen. Van ugye az általános gazdálkodás. Nem nagyon tudsz ebből a ipari gazdálkodásból kitörni, pont azért mondtam, hogy ugye a monokultúrából nehéz kitörni, ha a piacon akarsz maradni, ha életben akarsz maradni, akkor ezeket a növényeket kell termelned. Ezeknek a növényeknek ugye van egy kidolgozott kémiai növényvédőszer, akár a gyomírtás tekintetében, akár a rovarkártevők elleni írtás tekintetében, akár ugye a gombaölőszerek tekintetében. De természetesen azért hívjuk a növényvédősöket most már növényorvosoknak, mert felelősségteljes döntést hoznak, és kijönnek a szántóra, és megnézik, hogy van-e szükség rá, vagy nincs szükség rá. Tehát most már nem az jellemző, hogy na adjuk oda, mert nem számít, hiszen a költségek tekintetében se lehet, mert nagyon nagyra nyírt az agrálolló. Tehát soha nem volt ilyen mélyponton. 96-ban volt ugyanez az ára a búzának, mint most, mármint a tavalyi évben, a 2016-os évben, és óriási költségeket viselnek el a gazdák. Nagyon el is vannak egyébként keseredve, tehát én azért járom az országot, és nagy az elkeseredettség. Hát reméljük, hogy mindenki, a mezőgazdaságban az a szerencs, hogy minden év egy újabb remény, tehát most avval a reménnyel fekszenek és kelnek a gazdák, hogy majd idén jobbak lesznek a felvásárlási árak. Visszatérve a kérdésedre, hogy most kicsit elkalandoztam. Az volt, hogy mi a te megoldásod? Tehát az, hogy a talajt természetes módon pótoljuk, illetve a növényvédőszereket kiváltsuk. A növényvédőszerek kiváltására a növények immunitását kell megerősíteni. Ennek az egyik megoldása, amiről beszéltünk, a talajnak a folyamatos feltöltöttsége mikroorganizmusokkal is, hiszen ha a talaj ebben az élővilágban mikroorganizmusokban gazdagabb, akkor sokkal könnyebben bomlanak le a szervetlen anyagok, és segítenek a növények számára könnyebben felvenni a tápanyagokat, illetve átalakítani azt. A másik megoldás, amit mondtam, hogy a növényorvosokkal együttműködve folyamatosan azokat a növényvédőszereket, amit nem muszáj kivinni, azokat nem
nem visszük ki, tehát a jó gazda szeme, a gazda szeme hízlalja a vetést, ez pont az, hogy nap mint napot kell lenni a földterületeken és figyelni, hogy van-e szükségkezelésre, nincs szükségkezelésre. Én például a saját növényorvosommal remekül tudok ebben együttműködni, mert nagyon sokszor megbeszéljük, hogy igen, én így látom, ő úgy látja, és akkor hozunk egy közös döntést. De és te mit használsz egyébként? Mi egyébként egy élőalgás tápoldatot használunk, ami ugye ennek a fejlesztésében és gyártásában is részt veszünk. Mi évek óta nem használtunk a területeink nagy részén gombaölőszert, sokkal kevesebb gombaölőszerre van szükség, ugye azt beszéltük, hogy ez az egyik legveszélyesebb növényvédőszer. Illetve hát a gyomirtószereknél, a kapás növényeknél igyekszünk sorközművelni, elkerülni, ahol lehet a... Az alga az mitől jó? Sokan nem tudják, hogy a gomba baktériumok mellett az alga is jelen van. Tehát akár itt, ahol most beszélgetünk, itt is lehet jelen, csak nem érzi annyira jól magát, legfeljebb itt a lámpáknak. Tehát a magában, a harmadban, a felszálló párában, az esővíz felszálló pocsolyában is van alga. A Chlorella vulgaris az, ami tulajdonképpen itt a környezetünkben folyamatosan zöld alga jelen van. És ha megeszünk egy salátalevelet, akkor megesszük ezt a Chlorellát. Ez az egyébként, amit a japánok, a spirulina Chlorella volt, ugye, ami a táplálék kiegészítőkben leghamarabb megjelent, mint zöld alga. És ez a zöld alga tulajdonképpen a növényekben él tovább, hogyha rá permetezzük a növényeknek a felületére, akkor ennek citoplazma szálai vannak, ugye saját sejtjének az anyagát szeretné ellátni, és ahogy rákapcsolódik a növényre, a növény szívó ereje ugye alulról fölfelé gyökérhatás miatt olyan erős, hogy szétbukka tulajdonképpen az alga. Ez az egyik hatása, a másik, ami csak véletlenül derült ki ugye nekünk felhasználás közben meg a gyakorlatban, hogy ami a talajra jut le, az egy olyan, ugye egy darab növényi sejtről beszélünk. Amikor egy növényszárat lebontanak a gombabaktériumok, ők nem azért bontják, mert nagyon ráérnek és nincs mit csinálniuk, hanem addig kell nekik bontani, még egy darab sejt, amit könnyen bomló szénhidráthoz nem jutnak. Amikor ugye mi a saját algánkat használjuk, akkor tulajdonképpen az alga sejtje, ahogy lejut a földre, az már azonnal egy könnyen bomló szénhidrát, tehát azonnali gyors táplálék az ott lévő gombabaktériumoknak. Azok, akik a termékeinket évek óta használják, tapasztalhatják magát a talaj javulását is. A másik, ami a közvetlen, ugye ezt nagyon nehéz volt beregisztrálni, de végül levéltrágyaként regisztrálták be, ez egy élő növényi sejt. Úgy szoktam mondani a gazdáknak, hogy előre legyártunk nagyon-nagyon sok élő növényi egészséges sejtet, kiuttatjuk a környezetbe, és növény felületen a sztomákon keresztül, mert ugye nanométerekről beszélünk, nanométerekről, ez pillanatok alatt borzasztóan gyors hatású a növényekre, és a növény immunitását erősíti. Kicsi veszőt tegyünk itt, mert tehát ugye, ami Japánban van, spirulina, chlorella, ezek tengeriek, ugye, mert ott a tenger. Ti viszont, ha édesvízit csináltok, és magatok tenyésztitek kádakba, vagy hogy néz ki? Tenyészkádakban tenyésztjük, így van, ugye, hát labor körülmények között van, mert azért ez, hogyha nem megfelelő körülmények között van, akkor azért ez penészgombásodhat, mert penészgomba van. Milyen tápanyagot kapnak ezek a kádas? Igazából folyamatos biofermentálás alatt vannak. Napot kapnak. Aha. Ilyenkor már mi áprilistól a napot használjuk, mert az a legjobb barátja ennek a terméknek. Két évig is eltartható, tehát ha egy gazda bevásárol belőle, akkor nem kell megijednie, hogy ezt nem tudja későbbiekben felhasználni. A növényi immunitást erősíti, borzasztóan gyors hatású bőrszövegyógyító hatása van, tehát egy jégverés után nagyon-nagyon gyors segítség, akár visszafordítható a... És az a permet ez a gépbe be tudom tenni? Igen, gazdák úgy használják, hogy sima szántóföldi permetezőbe, vagy axiálventilátoros, de egy kis háti permetezőbe, vagy otthon a kertben, akár egy kézi spriccelővel is lehet használni. A biót birkozzuk meg egy kicsit, jó? Én nagyon sokáig ezzel a bióval küzdöttem, jártam a világot, világvásárok a kínai kereskedőktől, $10 megkaptam a simát, ugyanezt a terméket papírral 14-ért, tehát biztos vagyok benne, hogy csak a papírt kellett volna 40%-kal drágában megvenni, de nem ez a része, ez a biznisz része, hanem van egy gyönyörű altalajunk, a talajvizek azok nem ismernek telek határokat, igaz, egyik. A másik van a szelünk, ami nem ismer határokat, tehát akár 50 kilométerrel is a vegyszereket képes áthozni a földemre, és van a drága jó eső, aki akár Afrikából is elhozza a vörös port, és azt hullik rá, láttuk. Tehát innentől fogva, hogy lehet értelmezni a biót, hogyha az altalajom ugyanolyan szennyezett, hogyha a vegyszert használ a szomszéd TS például, a permetszer, ami ugyanúgy át tud jönni, vagy a
vagy az égi áldás, és a chemtrailről még nem beszéltem, meg egyéb dolgokról. Van-e szerinted igazából bió? Vagy csak valami jobbat tudunk csinálni, de igazából biót nem tudunk csinálni? Csak valami jobbat tudunk csinálni. Akkor nincs miért nem bió, ezt írják le, hogy csak valami jobb, nem bió? Mert... Igen, hát ez a bió szó így mond elcsépelt is lett, de én azt mondom, hogy amit egy kis gazdaságban meg tudunk termelni, amit egy háziasszony meg tud termelni, azt az élőlényt, amit mi nevelünk föl is, tudjuk, hogy mit tervett egész életében, talán azt kellene. Az, hogy most az bió, nem bió, de nagy vegyszerekkel egy háztartásban, egy hátsó kertben. Mi csináltunk vidéken többször ilyen mozgalmat, hogy a fiatalasszonyokat rávenni, akik kis gyerekkel vannak otthon. És bizony nagyon szép számmal csináltunk versenyt, zöldségszépségversenyt, gyümölcsszépségversenyt, és akkor évvégén a falunapkor ajándékoztás volt. Tehát azért vannak lehetőségek, amivel ezt a nagyon nagy vegyszer és kemikáliát. A legnagyobb gond a nagy ipari termelésből kikerült dolgok, és hát sajnos ugye a gabonafélék is, meg a kenyér is tulajdonképpen abból lesz. Amit kérdeztél, hogy a beltartalmi értékek, ugye erről volt így érintőlegesen szó, sajnos el kell mondani, hogy a beltartalmi értékek voltak Debrecenben, Debreceni Egyetemen egy kutatás, és ott kimutatható volt, hogy a kontroll, ami nem kapott semmit, illetve ami ipari módon MPK-val, szokásos műtrágyaadaggal, növényvédőszerekkel volt kezelve, illetve volt egy OGG is, mert ugye összehasonlítás nekünk ebben volt, OGG-nek hívják rövidítve a termékünket, hogy minek jobb például a kalcium tartalma. Igen, mi ez az OGG? Organic Green Gold, ez az algánk tulajdonképpen, aha, amit tenyésztünk. Aha. Most már egyre több helyen regisztrálják be a világon, és hál' Istennek egyre több magyar gazda szeretettel beszél róla, és minden évben folyamatosan rendeli. De a lényege az volt, hogy sajnos még a kontrollnak, ami nem kapott semmit, annak is magasabb volt a kálcium tartalma, mint az MPK-snak. Ez egy nagyon egyszerű dolog. MPK az a műtrágya, igen. Nagyon egyszerű a dolog, mert egy ion antagonizmusról van szó, hogy a mikroelemek olyan háttérbe szorulnak egy ilyen ipari erőltetett termelésnél, hogy nem tudja a növény úgy felvenni. És sajnos hiába küzdünk a biztonságos, egészséges élelmiszerért, mert ugye ez lenne a legszebb álom, kicsit ez egy utópia, mert nem tudják azt a vitamint, makro-mikroelemeket tartalmazni a mai gyorsipari növények, mint amit annak idején mondjuk egy kis családi gazdaságban, vagy régebbi genetikájú növényekkel lehetett. Már csak egy kérdés, beszéljünk meg, ugye nagyon verik itt a sajtóba, hogy mi GMO-mentesek vagyunk, oké? Viszont járok rendszeresen biopiacra, ott szeretek vásárolgatni, és akkor ott azért, hogy Artur ne vegyél tojást, mondanám, miért nem ennek biopiac? Hát azért, mert ő argentin szójával eteti a csirkéjét. És akkor egy kicsit utána jártam, hogy lehet, hogy mi GMO-mentesen vetünk, aratunk, stb., de amivel a mi állatainkat etetik, ott nincsen előírás, hogy GMO-mentes takarmány kapjon. Az argentin szója, mint a világ egyik legolcsóbb szója, most olcsóbb, mint a kínai, az etetik a tyúkokat, a disznókat, a marhákat és mindent. És a magyar lakosság, amikor már megveszem a magyar termékeket, piros, fehér, zöld, mindent, bocsánat, de a legvacakabb takarmánya látják el, mert ami jó takarmány, ahol megpróbálunk pénzt csinálni, és eladjuk külföldre. És még a nyomott ár alatt is a nyomott ár, ugye hát nem véletlenül ide jön egy óriási nagy hajóút utána az argentin szója fillérekért, és egyébként ezt a takarmány szóját sok esetben még a közétkezdékben is alkalmazzák, ezt úgy csak megsugom a kedves nézőknek. Rá van, hogy állati takarmány, de igazából ez. Ez mennyire ugye rizikót mondtál, hogy a permetszerek rákot okoznak. Ma már tudjuk, hogy a DNS morzsák ugyanúgy véráramba kerülnek, és ugyanúgy a GMO-s tápanyagok fertőzik az élőlények testét. Ez mekkora katasztrófát okozhat, hogyha a magyar hús nagy része az ebből van. Ennél rosszabb már csak a német hús nagy része, ugyanis Németországban a legnagyobb probléma például, nem tudom, hogy tudod-e, a sertéseknek a gombásodása. Ugyanis a magyar gabonának nagy része Németországba megy, mert nagyon jó minőségű a gabonánk. A magyar gazda nagyon sír, mert 33-34 forintot kap
a takarmány gabonáért, és 35-36 forintot az élelmiszer minőségű gabonáért. Soha nem kapja meg azt a pluszköltséget, mert nagyon sok pluszköltséget rá kell fordítani, hogy az étkezési búza legyen. Soha nem kapja meg, és már nem is érdekli a magyar gazdát, ezt teljesen tönkretették. Tehát, hogy malmi vagy nem malmi, már ez nem olyan jelentős, mint pár évvel ezelőtt még nagyon fontos volt, hogy malmi minőség legyen. Egyébként azt a gabonát eladjuk külföldre, ezt jól látod. Sajnos például mi nekünk is a gabonánkat most idén uszályokkal külföldre szállították, és a rosszabb minőségű gabonát vesszük vissza. De a német sertéseknél, ugye ott nem figyelnek annyira arra, hogy az most fuzáriumos, gombás megbetegedésű, ugye eső, hát ez csapadékeloszlástól, mindentől függ, hogy ugye az a gabona mennyire lesz gombás megbetegedésekre hajlamos, illetve amit nem tudnak, a savas környezet miatt. Minél több műtrágyát használunk, annál több gomba lesz. Minél savasabb egy környezet, annál jobban megjelennek ezek a kártevők. Tehát egy folyamatosan saját magunknak okozunk gondot, hogy védekezhessünk ellene. Úgyhogy azért mondom, hogy ha letisztítasz egy területet és meghagyod a ökológiai egyensúlyt, ez nagyon nehéz megvalósítani. Kicsiben meg lehet, nagyban már nehezebb megvalósítani. Most nálunk a legnagyobb húsexportőr disznóhúsba, Lengyelországból kapjuk a legtöbb disznóhús, de olyan jó példát mondtál. Ha az ember elsavasodik, igaz, a vékonybél traktus, ahol egyébként lugos pH-nak kéne lenni, akkor ott mik jelennek meg? A gombák jelennek meg. Ugyanez van a talajnál, ugyanez a növénynél, mindenhol. Ezeken a gombákon a ráksejtek szaporodnak nagyon szépen, hogyha még ráadásul olyan indítatású gabonát is ezek, aki ilyen ráképző permetszerrel volt, akkor már is nagyon sok dologra mindent kapunk. Mindent megtettél azért, igen. Tehát a te immunrendszerednek kell azért dolgozni, hogy tulajdonképpen sokszor ugye ezt a éhezést mondjuk, most nem tudom, a minőségi éhezés folyik folyamatosan. Aha. És az állatoknál ugyanez jellemző. A visszatérve a német sertésre, ott azért nagyon nagy a probléma a gombásodás, mert úgy kell elképzelni, hogy faroktőrothadásnak hívják. Mire ez a gombás megbetegedés végigvonul az állaton, akkor utána már egészen a bőrbetegségekig jut el. Ez azért van, mert azt a minőségű gabonát kapják, amit mi már normál esetben nem eszel meg. Édesapám annak idején nagyon dühös volt, ha én a malacaimat úgy neveltem, hogy tápot veszek nekik. Mi sose vehettünk tápot, mert hormon van a tápokban, és az a hormon ugye a húsból nem távozik teljes egészében, tehát utána a hormonnal kezelt húst eszed. A marháknál, ugye Amerikában ez volt a legnagyobb baj, hogy nincs biomarha, mert ott is ugye olyan tápot kaptak, ami hormonnal szennyezett. Tehát az ember az folyamatosan próbál kutatni és okoskodni, és sokszor saját magának okoz nagyobb kárt. Nekem például a sertéseim úgy nőttek föl tavaly előtt is, hogy saját magunk által bekevert gabonát, tehát a gabonáinkból keverjük a takarmányt, gyönyörűen megnőttek, az egyiket 360 kilósan, a másikat 280 kilósan lehetett levágni, és nem zsír volt, hanem gyönyörű hús. Mm. És akkor, ha így a rokonoknak, ismerősnek adunk belőle, akkor el vannak ájulva, hogy ez mennyivel más íz. Ha már erről beszélgetünk, itt a biopiacon az ember sok okos emberrel találkozik, és mondják, hogy nem mindegy, hogy a kukoricát például, hogy magán a csutkán tartva tároljuk, és akkor morzsoljuk le, mielőtt odaadjuk, vagy már eleve úgy őrizzük meg, hogy le van szedve a csuháról, vagy hogy hívjuk? Csutkáról. Csutkáról, és úgy tároljuk, és úgy etetjük. Tehát, ahogy a gabona, ugye, vagy a kombány leszedik. Ahogy a gabonákat leszedik. Erről van valami ismeretet? Hát igen, mert ugye kezelni kell. Energetikailag is gondolom más. Igen, meg azért a kukorica mindig nedves, tehát a kukoricának legtöbb esetben szárítják. Ugye a szárítóban akkor már ott is egyébként érdekes, mert ha mondjuk egészséges és a kukorica, amit learatunk, nagyon sokszor a tárolás következtében lesz. És maga a csutka úgy van, hogy a levegő mindig tud járni körülötte. Igen, és a góré, a kukorica góré. Mi most nekünk van két górénk, meg akarom menteni, mert egy óriási, tehát azért az őseinktől van mit átörökíteni és megjegyezni, mert a kukorica góré ugye állandóan szellőzik, és pont ahogy mondasz, a csutkán gyönyörűen meg tudod száradni. Na, az egrek is ezt preferálják, hogy maradjon. Igen, a rágcsálók is így van. Hogyan lesz itt paradigmaváltás? Szóval látjuk, hogy az ember ugye bele van kényszerítve egy dologba, igaz, hogy megkapja az EU támogatást, már aki megkapja, van, aki nem is termel semmit, csak azt a támogatást elteszi, aztán a vissza bébi, mert ebből is rengeteg van, igaz? Igen. A földek aztán utána néha megbuknak, stb. Ez nem a mi dolgunk. Ha már veszi, akkor már becsempészik azokat a jobb hozamú vetőmagokat, ott már valahol a Monsanto vigyorog előre, mert hogyha ezt az új TTIP-t bevizetik, akkor a Monsantónak nem lesz akadály, hogy Magyarországon is eladja a vetőmagét, csak egy aspektus ennek a dolognak is. Mi meg azt mondjuk, hogy egészséges nemzetnek egészséges táplálék kellene. Látjuk, hogy a mi terményeinket, gabonáinkat minden el van adva külföldre. A mi
állataink azt a szemetet eszik, amit Argentinából elhoznak, és ott már valószínűleg nem etetik meg az állatokkal, de mi verjük a mellünket, hogy mi GMO-mentesen adjuk el a... Hát a környezetünk semmi GMO-mentes, Szlovákia se GMO-mentes, tehát tulajdonképpen... Hogy lesz itt paradigmaváltás, hogy mi itt a fejekben mi kell ahhoz, hogy az emberek... Sok jó embernek az összefogása kell, aki sok, minél többen vagyunk, minél többen ragyogunk, annál több ember tudunk meggyőzni. Ezt elfogadom, de ugye a nagy multik, meg a korporétek lenyomják a buzárát. Meg ne felejtsd, amit mondtam, hogy a gazdatársadalmat nem úgy máshogy kell elképzelni, a gazdatársadalom egy rabszolgatársadalom. Tehát kimegyünk, dolgozunk, nulláért dolgozunk jelenleg. Minden mezőgazdasági vállalkozás, a nagyok is, csak ugye ott kicsit jobban elviselhető, mert nagy a terület. Most ha gondolj bele, ha egy gazdának van 10 hektárja és van 5 forint haszna, az attól nem fog tudni elmenni a közértbe vásárolni. Ha van 1000 hektárom és azon van 5 forintom, vagy van 10.000 hektárom, vagy 20.000, vagy ugye már lassan 100.000 hektáros gazdák is vannak, azok már, őket már nem érdekli annyira, mert a sok kicsit, amit meg tud fogni egy-egy hektár hasznán. Itt Magyarországon a magyar gazdáknak a bérét csak a terület alapú adja. Nem azért kell támogatni a terület alapúval a gazdákat, mert ezek az hogy nem tudnak megélni, mert meg tudna élni, hogyha a piaci ár engedni. Mit tart el a magyar gazda? Az egész vegyszeripart eltartja a magyar gazda, egy óriási agrárólót tart a magyar gazda el. Ráadásul ugye megcsinálták azt, hogy fordított áfás lett, ennek van egy nagy előnye, sokkal könnyebb nekünk az adóbevallás, sokkal könnyebb nekünk termelni, de folyamatosan bent tartjuk a államkasszába az áfánkat, és folyamatos áfa visszaigénylők vagyunk. Mi például azt csináljuk a cégnél, hogy nem igényeljük vissza, hanem lelakjuk, mert mire visszaigényelnénk, annyi időt telne el, hogy már nincs is értelme. De ahhoz kell még egy olyan tevékenység, hogy te áfát termeljél, de hát akinek olyan nincsen, az meg állandóan könyörök hagyják vissza aztán. Így van, tehát mi bérek járulékokra, mert több ember tartok el tudjuk könyvelni, de aki meg mondjuk, ahogy mondtuk, hogy egy kis gazdaság, ő folyamatosan várhatja azt a 75 napot, ellenőrzések sorozata. Minden, mondom, én értem, hogy ugye nem akarták a gabona utaztatást, meg nagyon sok fekete dolgot így ki lehetett szűrni, tehát nincsen ebben baj, csak a terület alapúnak a késedelme, mikor van szüksége a terület alapul a gazdának? Októberben, decemberben van szüksége, akkor tud beruházni belőle. Ugye decemberben már a legtöbb gazda a következő évnek a dolgait készíti elő, meg a tavaszi vetőmagokat. Most itt áll rengeteg, mert ahogy mondom, jártam az országot nagyon-nagyon sok helyen, hogy ugye átszervezés volt a MVH eltűnt államkincstárnak átszervezték, és borzasztó sokan, például többek között mi sem, de nagyon sokan nem kapták meg a terület alapújukat. Már júniusban nagyon nem tudunk mit kezdeni, mert akkor aratással vagyunk elfoglalva, és az aratásból bejövő. És most kellene finanszírozni. Most kellene a magyar gazdát finanszírozni. Magot, mindent, igen. És hát tulajdonképpen a terület alapú az a bruttó bérét fedezi, a 12 hónapra elosztott bruttó bérét fedezni. De most itt azt mondtad el, hogy ez a rendszer ugyanolyan... Működésképtelen, mint az egész összes többi más, ha megnézed, ma voltam tárgyalni egy kozmetikai cégnél, ahol a vegyszergyártó cégek, ha már mondtad, voltak nagyon régi jó kémiai anyagok, de EU-n belül elintézik, hogy az nem jó, vegyétek meg a sokkal drágábbat, sokkal több kell bele, gyakorlatilag eladhatatlan a termék, csak a multinak éri meg, aki ezekből a kis tized fillérekből azért összerakja a pénzét, ugyanakkor a kistermelő az meg lehetetlenné válik az élete, tehát hogy itt is a egy nyelv, egy nemzet irányba megyünk, így pontosan a multik akarják ugyanúgy bedarálni vetőmag oldalról, de aki vetőmagot gyárt, az általában vegyszert is gyárt most már. Nem tudom, hogy tudod-e, hogy a kis integrátorokat, ugye egy integrátornak az a feladata, hogy kiadja a növényvédőszert, a műtrágyát, a vetőmagokat. Azt se tudom, ki ez a kis integrátor. Tehát a mezőgazdasági integrátor cégek kiadják a vetőmagokat, a növényvédőszereket, műtrágyákat. Voltak nagyon jól működő ilyen családi gazdaságok, akik összefogtak 50-60 környékbeli gazdát, ők megvették a telephelyükre, onnan lehetett elvinni, és a gazda gabonába fizetett. Ez nagyon jól működött egy ideig, de az pontosan őket is ez érinti, hogy az agrárolló nyitása miatt, hogy óriási ugye a költség, amit rá kell fordítani egy gazdának a földekre, emiatt ezek a cégek tönkrementek, és ezeket most ennél sokkal nagyobb cégek vásárolták föl. És nem csak azt figyelhetjük meg a magyar mezőgazdaságban, hogy óriás gazdaságok alakulnak ki, hanem az integrátor cégek is, a kicsik eltűnnek, és nagyok alakulnak ki. Tehát minden ebbe az irányba megy. Tehát a kiszolgáltatottság egyre jobban nő. Egyre jobban nő. Mi van a vetőmagban? És hallottam egyszer, hogy... Nagy baj van. Hogy azt is volt egy magyar vetőmagbázis, amit egyszer csődbe ment, és véletlenül valami nagy multi vette meg, és el is tűntek a ősi magyar vetőmagok. Így van. Például azt nem tudom, hogy tudod-e, hogy a makói fokhagyma az ősi gén, az már nincs is meg. Ami nincs az meg. Igazi. Nem. A makói fokhagyma, a spanyol, holland, ilyen vetőmagokkal ez dolgoznak. A vetőmag, ez Bábolnán volt, amire én tudtam, ahol ott volt egy óriani. És mi történt? Miért nem kellett a magyar? Azért nem kellett, mert nem lehetett akkora tonna tömeget lehozni egy-egy hektárról.
gazdáktól. Uh-huh. Ugye ezért a haszonszerzés szempontjából meggyőzték a gazdákat, ugye a gazdának mi számít? Nem az számít, hogy most az magyar vetőmag, vagy génmanipulált mag, vagy milyen mag, hanem hogy minél nagyobb haszna legyen, mert ugye ő azt nézi, hogy a családját el tudja tartani, vagy jobban tudja eltartani. Uh-huh. Ugyanakkor például óriási hiány van, nem tudom, ahogy szakemberekben sok helyen hiány van, nagyon nagy baj, hogy a vetőmag üzemeknek, illetve a kutató intézeteknek nincsenek meg az ilyen tudású emberek, akik most ugyan nagyon híres embereket mondhatnék, akik 60-70 évesek és még hál' Istennek dolgoznak, ezt a tudást nem tudták átörökíteni a fiatalokra, és nagyon-nagyon kevés az olyan fiatal, aki ebben a kutató munkában tud tovább menni. Tehát vége lesz ennek a vetőmag nemesítésnek, mert nem lesznek olyan jó szakemberek, mint amilyenek voltak. Hát ezek a hírek nem jó hírek tőled, mert legalább olyan mértékűek ezek a negatív információk, hogy tűnnek el a mély családok a világban, tudod, a rengeteg vegyszer és minden által. Hát volt itt olyan ember, Ángyán is közéig tartozott, akik ugye a családi gazdaságok megerősítését, mert ők nagyon-nagyon jól látták, amitől az előbb beszéltünk, hogy 7-8 hektárt könnyebb tisztán tartani, és egészségesebb ökológiai gazdálkodásban fönntartani, mint ennél nagyobb területeket. De nagyon-nagyon keretek közé van szorítva. Nagy levegővegyszerezés simán átmegy a másik, a 6-7 hektárra, és ugye pusztítja a méheket. Hát gondolj be, a szőlőterületen vagyunk. Nekünk is nagyon oda kell figyelni, hogy a szomszéd mivel permetez, mi mivel permetezünk. Ugye itt 240-300 hektár van úgy, hogy kis családi gazdaságoknak a tulajdona, illetve nem is családi gazdaság, őstermelőknek a tulajdona, és akkor mi az egyik területet műveljük, másikat nem műveljük. De ugye, ha a szomszéd rosszul védekezik, vagy esetleg olyan vegyszerrel védekezik, amiről nem tudjuk, hogy hány napos minden, akkor a bor az nem azért egészségtelen, és nem azért teszi tönkre a májat, mert hogy most az a kis alkoholtartalom, mert a simán földolgozná a máj, iszonyatos nagy peszticid tartalma van. Ugye most már hallhatunk olyan, hogy bioborászat, átállás, itt is nagyon jól szerepel az Organic Ringold, de egyébként a borászatok nagyon szívesen veszik a termékünket, ugyanis sokkal kevesebb permetezési körre van szükség, és a lisztharmatra, a peronoszporára sokkal kevésbé lesznek fogékonyak a növények. Tehát itt is a bornál is lehetne, a borszőlőnél is lehetne egy olyan növényvédelmet kialakítani, amivel sokkal kevesebb peszticid. Sajnos én nem is annyira bor, inkább a pálinka, sajnos még azt kell mondani, a pálinkába is, jóval kevesebb peszticid, de ott is megtalálható. Összefoglalva, valahol el kell ezt varni, ezt a szálat. Igazából nagy szarban vagyunk, bocsánat, hogy ezzel a kifejezéssel értem, de azért vannak ilyen kis apró lehetőségek, amit ti is fejlesztettetek, hogy biogazdaságban természetes tápanyag, természetes immun, hát hogyha én növelem a növényemnek az immun képességét, annál kevesebb költséget kell ráfordítani. Meg mérget kell odaadnom. Ami persze megint a multinak nem jó, mert neki az a buli, hogyha eladja a mérget, de az egész világ ebbe a pénzmizériában van benne, és ebbe döglik meg a világ. Tehát igen, a gazdák is ebbe, amit ugye mondtam, hogy növelni a területet. Agrotechnikai eszközök gyönyörűen fejlődtek az elmúlt 20-30 évben, tehát ámulunk és bámulunk, olyan géppark van. Ami jó, mert talajelőkészítésben... De lassan kifizethetetlen 60-70 millió. 45 millió egy traktor, egy 190 lóerős. Mennyi? 45 millió egy 200 lóerős. Volt egy jó kis humor, hogyha a plázacicák tudnák, hogy mennyibe kerül egy traktor, akkor nem a Mercedes-re, BMW-re buknának, hanem egy igazi nagy John Ryder, micsoda, milyen? John Deere, igen. John Deere traktoristára, mert az... Hát egy John Deere Combine 60-70 millió. Egy Merci meg egy Ocska 20-30 millió, tehát akkor a traktorista az igazi lányok, tudjátok meg. És akkor most az előbb beszéltünk a területalapú támogatásról, az nagyon sok esetben leasingre megy el a gazdáknak, azért, hogy ne bukjon el, ne vigyék el az eszközét. Tehát megint mit támogatunk? Ugye nem a gazdát, hanem a megint a mögötte lévő ipart. Tehát a mezőgazdaságot azért nem lehet tönkretenni, mert olyan óriási ipart tart el maga mögött, hogy csak hát ennek a levét isszák. De a leasing mögött meg a bankcégek van. Igen. Ja, Istenkém. De ha most elkezdenénk hajóiparról beszélni, hajóépítésről, vagy bármiről, mindenütt hogyan odalukadnánk ki. Tehát ez a fajta szemlélet, ami a piramisrendszert szemlélteti, na egyszerűen, ha az emberek nem tudnak, és itt jön a paradigmaváltás, hogyha itt a fejben nem lesz meg ez a változás, a tudatosság, akkor megyünk a vegyszerlevesbe, most már akkor egy új kifejezéssel éltünk. Ezért próbáljuk megjárni az országot, aha, és minél több gazdával közvetlen kapcsolatot fönntartani. Nagyon sok sikert nektek, és én nem szoktam így termékeket támogatni, de akkor még mondjuk, hogy hívják? Organic Ringold. Organic Ringold. Gazdák körébe OGG. 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 Most már kapható boltokban, kapható, aha, webshopokban. Próbáljátok ki kisgazdaságban is. Megfizethető mennyire? Abszolút megfizethető, mert 780 forint az ára.
Tehát ez mennyire nem, hát egy kis gazdaságban 5 liter kell tavasztól őszig, mondjuk egy kis kertben. Ez tök jó, nem nagyon jó. Ezt föl kell higítani? Igen, ez szuszpenzió, és akkor ebből 20 liter tápolat. Igen, paprika, paradicsom, uborka, tökfélék, nagyon-nagyon szépen reagálnak rá. Egész hosszan el lehet húzni november elejéig, az első fagyokig a hátsó kertben mondjuk a termesztés. De hát gyümölcsös gazdák, szőlős gazdák. Szántónál azért nehéz, mert nagyon nehezen viseli el a plusz költségeket, tehát ott ugye jobban megfontolja az ember a költségeket. Akkor Organic Gringo a jelszó. Ilyen kis apró dolgok a mullikám egyébként, az, hogy ebből mozgalom tud lenni, egyre több ember használja, akkor már egyre több ember tud egészséges élelmiszerhez jutni, pont. Ennyi. És akkor a világ dolga, mert legyen a világ dolga, csak egy újabb szegmens, egy újabb rávilágításban láttuk, hogy mindenütt ez a szemléletmód van, ami egyszerűen tönkretesz a világot. De amíg más, te is egy másik gondolkodó vagy, egyértelműen, különben nem kezdtél volna ebbe, hanem... Igen, de mókuskerékben sajnos ugye a gazdaságomban én is valamilyen szinten benne vagyok. Most próbáljuk a párommal, hogy minél több kitérési pontot találni arra, hogy mi is egy kicsit ilyen önfenntartó gazdálkodásba szeretnénk átmenni. Már régi ötletünk az, hogy disznó leasing. Ugye mit jelent a disznó leasing? Te tudod, hogy mi az a disznó leasing? Hát a bankokat finanszírozom. Például van olyan lehetőség nálunk, hogy van olyan idősebb asszony, akinek van szőlője, és hozzánk szokta leadni a borszőlőt, mi azt értékesítjük tovább, vagy a közvetlen borászatnak értékesítjük. De mondjuk azt szeretne házias ízek szerint mondjuk egy disznót nevelni, és akkor nem neki kell nevelni oda ment a faluban, ahol a szomszéd húzza az órát, mert disznót tart, hanem mi odakin a tanyás részen kijön, kiválasztja a saját disznóját, megmondja, hogy melyik, akkor mi kismalacát, megmondja, hogy mikorra szeretné levágni, körülbelül 9 hónap, 10 hónap, 12 hónap, mi eltetjük, fölneveljük a disznót, ő a vágás napján kijön, levágjuk a disznót, és akkor szőr a szőrén, vagy a szőlőjért cserébe elszámoljuk, hogy az mennyit ért, ez mennyit ért, és összevezetjük a két tartozást. Na ez már ugye a cserekereskedelemnek egy óriás, rengeteg helyet tudok, ahol ez működik már. Viszont meglátogathatja a disznóját bármikor, hozhat bármit a disznójára, születésnapot is tartott, és hát azért nem beszélve arról, hogy azért az a falu környéki földön megtermelt gabonából van az a disznó etetve. Tehát ha ezt a körforgást fönt lehetne tartani, ami nagyon nehéz. Szerényi Júlia, másképp gondolkodó zöld szívűvel beszélgettünk, de és teljesen mindegy, ha másképp gondolkodó vagy, az élet bármilyen területére kerülsz, oktatásba, akárhová, ez a fajta szemlélet az, ami a paradigmaváltást meg tudja hozni, mert hogyha igazából itt realista vagyok, akkor nem is nagyon látok kitörési pontokat. De ha azt nézem, hogy egy kicsi környezetbe el tudod kezdeni, megváltoztatod a környezetedet, akkor higgyétek, az egész is egyszer meg kell, hogy változzon, mert ha nem a levesbe akarunk menni, már pedig szeretjük a gyerekeinket, szeretjük magunkat, akkor ennek változnia kell. Hát ennek az egésznek az alapja a szeretet, úgyhogy... Szeretet. Köszönöm szépen. Én köszönöm, hogy itt voltál. Megköszönöm megtisztelő figyelmeteket. FAQ adás sorozatunkat láttátok. Ha van kedvetek, május 6-án a Paradigmaváltók termében hasonló témákról tudunk közösen beszélgetni, elmélkedni. Szia még egyszer. Szia. Viszont köszönöm szépen.